Én vagyok ennek a tábornak a vezetője. Köszöntök mindenkit itt a Tána világzenei táborban. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és itt vagytok. Ez ugye a Tehetség világzene címet nyerte ez a tábor. Tehát ez egy Európai Uniós program, a Tehetséghidak program keretében nyertünk finanszírozást, úgyhogy ezt ilyenféleképpen egyszer majd megkérdezik tőletek, hogy az Európai Unió az mire jó, akkor el tudjátok mondani, hogy nektek például konkrétan ezt a tábort is adta. Egyszer és megismételhetetlen alkalomnak lehettek a részesei. Azon kívül még egyszer mondom, hogy mindaz a produktum, amit az oktatók segítségével ti előállítotok és elsajátítotok, az lesz a Vízzene Virág Fesztiválnak a megnyitója. Ennek a tábornak elsősorban az a célja, hogy azt a hármas küldetést, amit én a levélben is megfogalmaztam, és azt, amit elfogadtak, azt beteljesítsük. Ezek közül az első, hogy olyan srácokkal találkozzatok, olyan kortársaitokkal, akik hasonló érdeklődéssel bírnak, és megerősítsétek egymásban azt a hitet, hogy ezt érdemes művelni, ezt a tárgyat, hogy itt sikerre lehet vinni. A második, hogy olyan oktatókkal, előadókkal ismerkedjetek meg emberközelből, akik szakmai tekintélyek, akik letettek valamit az asztalra, akik értéket teremtettek ebben az országban, és lássátok, hogy ők hogyan dolgoznak, lássátok azokat az elveket, amelyek nagyjátették őket, és ezt próbáljátok meg elsajátítani. A harmadik fundamentuma ennek a tábornak az, hogy lehetőségetek legyen nagy közönség előtt fellépni egy nagy fesztivál nyitó rendezvényeként. Ezért kérlek benneteket még egyszer, hogy a lehető legnagyobb figyelemmel és odaadással próbáljátok meg akár önállóan is gyakorolni. Mindenféle kultúrából és mindenféle emberekkel megismerkedjetek, olyanokkal, akik hasonlóképpen érdeklődnek a világzene iránt, mint ti. A mai napon a Romano Drum fog minket szórakoztatni, és nagyon remélem, hogy ez egy együtt zenélésé is fog alakulni. Hello! Hello! Kösz! A Romano Drum az cigány utat jelent, és hát ugye, mint ahogy mondtad, hogy a kultúra táplálása, ez igaz abban az értelemben is, hogy bejárjuk a cigány kulturális utat. Elindult egy természetes folyamat, miszerint elkezdtem egyre inkább modernebb köntösbe öltöztetni a zenéinket, pont abból az indítatásból, hogy minél szélesebb réteghez eljuthasson a zene, hiszen azt gondolom, hogy ezek az autentikus olácigány dallamok nagyon-nagyon értékes dallamok, és egyenrangúak a világ bármelyik dallamával. Mit szólsz ahhoz, hogy van most már tehetségvilág zene, zenetábor? Azt gondolom, hogy ez fantasztikus, és az is fantasztikus, hogy nem cigány gyerekeknek elhozhattuk ezt a zenei kultúrát, és egy kicsikét meg is mutathatok belőle pár sort, pár momentumot, pár motívumot, és remélem, hogy a tábor végére valami kis elképzelésük lesz a roma zenéről egyáltalán ezeknek a gyerekeknek, és azt gondolom, hogy akkor már tettünk valamit a roma kultúráért. Sziasztok!
sok a rizsa, olyan messze van Moszkvától Amerika, ezért jó lesz nekünk a magyar paprika. Ajj, 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 lecsó, 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 korbászt főzünk vacsorát, hozzá lecsó, 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 koljunk egymással a ruhát. Ugye már ízik ez a lecsó, van benne mérvége, vezetének egy kicsit a vezetet. Az aum hangot pulzálja, és nagyon egyszerű, négy kor van rajta, szinte egy tiszta, felhangos rezonánsként működik. Nagyon szép rezgései vannak, és azért van ez a szép rezgés, mert a híd, a húrtartó híd az fél gömbölyűre van csiszolva. Elszólaltatom, szól. Jó, elcsendesedünk, csukjuk a szemeinket. Ez a hang, amit hallotok, ez a kozmikus világnak, a teremtő hangja itt a Jákindiában, és hogy keleten is ott felé. Amikor játszol, a teremtés hangját hozod le, és az összes indiai hangszer és az összes indiai énekes, mondhatom, a keleti, de a perzsai énekesek is erre az aum hangra énekelnek. Szári Gána Padáni Szászáminda. Napom, napom, fényes napom, virágot zászív ablakon. Minden virág közepébe, minden ember nagy szívébe. Ragyog, ragyog, csillag, ragyog, fényes csillag, szívben ragyog. Hölgyeim és Uraim, Jeszenszky Istvánt köszönhetjük itt a táborban, aki szintén egy nagyszerű tanító. István, mesélj nekünk arról, hogy hogy kerültél kapcsolatba a zenével, merre jártál, és egyébként minden érdekel, ami veled és a zenével kapcsolatos. Szeretettel köszöntök mindenkit, István Kék Ég. Szóval, hogy kezdődött? Úgy kezdődött, hogy édes drága nagypapám és nagymamám elkezdett énekelni nekem, és utána előkerült egy citara, és elkezdtem citerázni, énekelni, kísérni ezeket a sok-sok szép, gyönyörű természeti dalt, népdalt. Ha szomorúak voltak, ha vidámak voltak, mindig énekeltek, és ez az éneklés rám ragadt a pici gyerekkorom óta, és akkor így kezdődött ez nekem, hogy muzsika, éneklés, hallgatni a rigók énekét, madarak szép harmóniáját, a szellőt, a rétnek finom illatát, és ezt a pacsirtát, hogy egy helyben lebegve mondja a dalát, és egyre magasabbra, magasabban megy. Szóval így kezdődött, és innen elindulva, hogy eljutottam a világ másik oldalába, Indiába, jött a citera, ugye, jött a gitár, és a gitár után jött az indiai hangszer, aminek a neve a sarod, és mesterek kézről kézre adtak engem, hogy eljutottam Indiába, Tibetbe, Nepálba, Indonéziába, Szingapurba, sok-sok felé, és mindenhol az érdekelt, hogy az isteni hang, az isteni hangszer szerepe az életbe, az emberek életébe, és ezt kutattam én mindenfelé.
tetszik eddig a tábor? Fú, nagyon jó, hatalmas, hát ez a fellépők is, meg minden. Fú. Rendben vagytok? Milyen volt a meditatív jellegű tibeti zene? Volt, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon tetszett. Milyen a kaja? Az is jó. Minden rendben van? Hogy nagyon pozitív. Köszönöm. Üdvözlök Szájdot is itt a táborban. Honnan érkeztél? Mikor kerültél kapcsolatban a zenével? Mi inspirált téged? Szájd is itt vagyok, ahogy mondtad. Marokkóból jöttem. Zenében és zene családban születtem. Az apukám, az anyukám, összes testvéreim zenével foglalkoztak. Ilyen hagyomány zené, dél-marokkói zenével. És itt kerültem a marokkói népzenével. Hogy tetszik a tábor, hogy tetszenek a gyerekek, mit látsz bennük? Meglepően, tehát én tudom, hogy a magyar zenei oktatás az egyik legismertebb a világon, de amikor úgy idejönni is, dolgozni ezek a gyerekekkel is, ilyen tényleg egy órán belül lehet nekik tanítani egy arab dal, egy indiai, ez mutatja, hogy ilyen óriási, nagyon-nagyon nagy tehetség van, nagy-nagy nyitottság van, ha van rá mód. És szerintem ennek a tábornak ez eddig a legerősebb része, hogy tehát egy európai találmány, mondjuk hegedű, meg fuvola, meg ilyesmi, tehát a világ hangokat lehet hozni. Thank you.
Ez az iraki népdal. Hát ugye természetről beszélünk. A nehel arabul, ez jelent a palmafát konkrétan. És ez egy ilyen valaki, aki őr a palmafát, és énekel. Fog, én nehel, fog. Tehát most ugyanazt fogunk csinálni. Fog, én nehel, fog, én fog, jába, fog, én nehel, fog. Valla terítem, terítem. Fog, én nehel, fog, én fog, jába, fog, én nehel, fog. Pálffy kompánia, miről is szól a Pálffy kompánia? Ez egy hagyomány őrző, hagyományokat őrző, mégpedig tulajdonképpen a kora újkor hagyományait őrző társaság. A történelem az azért van, hogy tanuljunk belőle. Nagyon, nagyon praktikusan lehet tanulni az elődeinknek az okos dolgaikból, és természetesen a hibáiból is. Tehát a béke az egy rendkívül fontos dolog. Hogy a katonáktól mit kell tanulni? Hát nem igazán a harcot, hanem lehet, hogy a hitet. Például talán az a legfontosabb, a hit megtanulása. Ha megkérdez valaki, hogy hová mész? Hey, merre van, merre vezet az út? Budára. Akkor legalább tud mondani valamit. Hogy legyen annyi bátorságot, hogy az adott lehetőségekkel tud kezdeni valamit, vagy élni tudja lehetőségeit. Ordíts az egyet! Hátfordul. Egész jó volt. Jó volt. Jó volt. Ügyes vagy. Igen. Meg lehet tapsolni, kezdésnek nem rossz. Hataljam a hangot! Paprikás krumpli! Acsú! Te miért rűszöksz? Korbács, üsd agyon! Melyik az, amelyiknek nincsen hangja? Hatalom! Kiabálj! Melyik volt az? Mindenki sorba! Gyerünk! Ordíts egy nagyot! Te! 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 Még egyszer! Ez az! Te! Ez az! Jó katonák lesznek, uram! Harcoltál. Most aztán szeretettük le az ágyúról! Haza!
Az első dolog az, hogy azon elgondolkoztunk-e, hogy az egész zene, az egész világ, meg minden, minden a fény, a hang, minden hullám természetű. Minden rezgés. Az életnek a jele, az maga a hullám. Sok szeretetet köszöntjük itt a táborban ifjabb Csóri Sándort. Neked hogy kezdődött a zenélés? Hogyan kerültél kapcsolatba a zenével? Hát én egész fiatal koromban már gitároztam, mert Lóránffy zenei általánosba jártam, ahol kötelező volt hangszert tanulni a kötelező kurúja mellett, és én a klasszikus gitárt választottam. És aztán előbb-utóbb olyan lett a világ, hogy felfedeztem Erdélyt, és elkezdtem járni a 70-es években, és ott megismerkedtem a hegedűs zenével, és aztán nem hegedülni kezdtem először, hanem brácsázni, ami a hegedű mellett egy segítő hangszer, és későbbiek folyamán kezdtem el hegedülni, és mivel ezt a jóga szisztémát, hogy így mondjam, magyar zene jóga szisztémát kifejlesztettem ebből saját magam szórakoztatására, és a későbbiekben pedig a gyerekekkel is ezt kezdtük el tanulni. Mit vársz a koncerttől? Pénteken ugye Vízzenevidák Fesztivál Tatán 20. alkalommal, és a kicsik egy nagyszerű koncertet adhatnak. Hát én azt mondom, hogy hát ez teljesen jó, és ahogy amilyen számot mi játszunk, kifejezetten egy olyan meggondolást ból raktam össze ezt a kis produkciót, amit betanítottam a gyerekeknek, ami kifejezetten arról szól, hogy játszani lehet a hangokkal, szórakozni, tehát úgy, mint ahogy beszélünk néha komoly dolgokról, azt komolyan kell venni, aztán beszélünk úgy is néha, ugye, amikor így viccelődve beszélünk és szórakozunk, és ez az egész összeállítás is szórakozás, egy olyan felszabadítás, próbáltam a gyerekekkel létrehozni, amikor a hangot lehet alulról díszíteni, felülről díszíteni, hogy akarják, mert ez a lényeg, hogy ez egy fontos zeneiség, hogy lehet díszíteni az egyenes hangokat, és az, hogy egyszerre megszólal, és az a lényeg, hogy mindenkinek fülig éljen a szája, mert ez egy csíntalankodás, amit mi lényegében csinálunk. Mellettünk a főbringás. Merre fognak tartani a fiatalok? Megyünk egy ilyen kibővített tatai öregtótókört. Ez nagyjából olyan 10 kilométer, bő 10 kilométer. Megállunk egy-két helyen. Bemutatom az ottani természeti értékeket a srácoknak. Nagyon szépen köszönjük, hogy mozgással is fűszerezhető ez a fantasztikus zenetábor. Akkor jöjjenek a bringák! Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my I say white, I say bar, I say bite, I say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Royce, I say God, give me a choice, I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. I want to ride my bicycle, 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 I want to ride
bicycle. Meséljetek, milyen volt? Hát... Minden fáj. És neked tetszett? Király volt. Neked hogy tetszett? Nagyon jó volt. Máshol vagy, hova megyünk? Meséljetek még, merre voltatok? Körbe mentünk a Tevon. Jó volt? Láttatok sok mindent szépen? És te? Engem ne! Nagyon jó volt. Remélem, nem kis károkat csináltunk, de mi? Nem volt semmi. Kis károkat? A túlámpán megsérült. Nekem meg a sárvédő. Ilyen előfordul, kérem szépen egy bicikli túrám. Szóval jó volt, tetszett. Nagyon jó. Neked Áron, hogy tetszett? Fú, nekem is tetszett. Bementünk a boszlókba is, meg minden. Hogy viselkedtek a biciklis palánták? Ez egyes érzelmekkel, de azért a végén csak mindig a jó, szépre meg a jóra emlékszik az ember. Szóval egy hasznos kis kirándulás volt. Biztos, az biztos mindenkinek hasznos volt. Köszönjük szépen. Itt vagyunk tehát Kovács Antallal, és arról faggatom őt, hogy na milyenek a gyerekek így a főpróba és az előadás előtt? Azt gondolom, hogy fantasztikusak, illetve nem is gondolom, hanem tudom, és látom, hogy nagyon-nagyon fantasztikus gyerekek. Ezt nem csak úgy általánosságként mondom, hanem ez a valóság. Tényleg fantasztikusak, hiszen amikor lejöttem ide, és elvállaltam a felkérést, ugye, akkor nem számítottam arra, hogy ilyen tehetséges gyerekek közé jövök, hiszen nem kellett technikailag semmit és bármit kérhetek tőlük, szinte mint a felnőtt, komolyabbra vehető zenészek, bármit lejátszanak, bármit megénekelnek. Hogy érzed magad? Mit jelent neked ez a tábor? Nézd, egy ilyen tábor, amikor az ember gyerekekkel van körbevéve, egy kicsikét visszamegyek én is gyereknek, és azt gondolom, hogy az a jó felnőtt, aki örökké gyerek tud maradni egy kicsikét, és főképpen az hatalmas öröm és megtiszteltetés számomra, hogy főként nem roma gyerekek. Sőt, egyáltalán nem roma gyerekek, úgyhogy én vagyok az egyetlen roma gyerek közöttük most. És kicsikét most a főpróba után nagyon-nagyon fel vagyok pörögve, hiszen ugyanúgy énekelték, mintha roma gyerekek lettek volna itt. És gyakorlatilag körbe lettem véve 50 roma gyerekkel, akik egy kicsikét fehérebbek. És nagyon-nagyon nagy öröm nekem most ez. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. És nagyon örülök, hogy egyáltalán ez a tábor létrejött. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy gyerekeknek játszhatom, mert pici koromtól kezdve nagyon-nagyon szerettem, hogy gyerekek vesznek körül. Mert őszinték és tiszták, nyitottak, virágok, virágoznak a szívükben, és még rácsodálkoznak
a sok szép, érdekes hangszerre, amit én is hoztam Tibetből, Indiából, és ezeket megosztani velük, ez egy nagyon-nagyon nagy öröm, és nagy-nagy boldogság, hogy van ilyen, és hát szeretném, hogy a jövőben is legyen, és elhozni minél több olyan gyermeket, akit megszerettetünk újra, visszaszerettetünk az éneklés örömére, visszaszerettetünk a hangszernek a kezelésére és a játékjára. Hát én nagyon-nagyon örülök, hogy egy ilyen táborba alkothatok, muzsikálhatok a szíves gyermekekkel. Köszönöm! Éves fesztiválon a gyerekek fognak felépni. Szerintem ez egy óriási élmény, is 100%-et egy ilyen különleges program, ami a közönség biztos egy koncertet fognak látni, amit soha nem volt, és szerintem soha nem lesz. És mai este tényleg a legjobb, nagyon zenei élményt értem veletek. Tehát nagyon köszönöm szépen ezt az ajándékot, amit adtátok nekem. És nagyon-nagyon sajnálom, hogy holnap nem leszek nektek, de szívem tényleg itt Tatán fog maradni. Köszönöm szépen! Csak a dinótól félünk. Hát csak deréktől lefele látszik. De gondolkozunk, hogy leszedjük és betesszük a poliba. Az úgy lenne. Hello, szevasztok. Hello. Mi tetszett a legjobban a programok közül idáig? Jó, hogy eszembe jutunk. Nem a biciklizés. Volt olyan rád. Köszönjük, hogy neked biciklizés. Neki meg nem, neked biciklizés. Most jó. Hello, nektek
mi tetszik a legjobban? Az óra közül is mondhatok? Persze. Nekem az arab volt a kedvencem. Doboltam és énekeltem, nagyon jó szövegek, de az india is hihetetlen. Mindegyik nagyon. De az összes. És neked? Nekem az arab, meg a cigány, meg az indiai, meg a magyar. Szavaztok, izgultok a fellépés előtt? Hát, nem. Jó, vagy nyomjátok csak. Hello, tanárom! Üdvözlet innentől a Dínos. A Dino-Wagen. Dino-Wagen. Dino-Train. Nagyon jó. Hello, szevasztok! Hogy érzitek magatokat? Jól? Fellépés előtt? Erik Parti. Hát nagyon jó. Összenyomva? Egy kicsit összenyomva vagyunk, igen, de amúgy jó. Jó van. Nagyon jó. Szevasztok, hello. Szia. Izgultok, nem izgultok? Még nem. Majd a színpadon leszünk. Akkor jó van. Nyomjátok. Hello. Hoppáva. Kérdeztek, az autentikus PVC csövek lógnak ki innen. Mi a helyzet? Mi tetszett a legjobban? Hát minden. Te tetszettél a legjobban. Köszönöm szépen. Jóban daverődött össze? Jóban daverődött össze? Igen, nagyon. Ez a legjobb társaság. Jövőre is jönnétek? Igen, biztos. Holnap érti, hogy jó. Igen, igen. Hello, szevasztok. Mindenre együtt csak az igen. Melyik program tetszett a legjobban? Az afrikai. Meg a róma zene. A róma zene és az afrikai. A róma zene, meg az indiai. Az indiai is jó volt. Meg a magyar is. Neked? Jó volt. Mindegyik a legjobb. Én szeretnék felkonferálni egy egyedülálló, a világon egyedülálló produkciót. Néhány napon keresztül itt az Esély Alapítvány táborában 50 fiatal arra vállalkozott, hogy megismeri a világzene alapjait, megismerkedik néhány rendkívül a zene történetben és a zeneirodalomban rendkívül fontos zenei irányzattal, zenei kultúrával. Négy mester irányításával Jeszenszky István, Csóri Sándor, Szajtik és Kovács Antal irányításával megismerkedtek az indiai, a magyar, az arab vagy marokkói, afrikai, illetve a roma zenével, és ennek a négy zenei kultúrának az ötvözéséből létrehoztak egy egyedülálló produkciót. A gyerekek, hát a vezetőiknek a sugallatára kiváló nevet adtak maguknak, hiszen Hun Ufók néven vonulnak be most a zeneirodalom történetébe. Úgyhogy kérem, fogadják nagy tapssal a Hun Ufókat, akik napi 8 órai zenei, elmélyült zenei munkával előállítottak egy nagyszerű produkciót. 50 fő, a Hun Ufók következnek. Thank you.
Thank you.
hallgatókat, hogy a tanárok is menjenek fel. Gatti, 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 para gatti, gyerünk muzsika, para zangati, bodhisa, gatti, 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 para gatti, oh, para gatti, para zangati, Na milyen volt? Hogy érezted magad? Nagyon, szuper. Jó volt? Nagyon jó volt, ez hülyetlen volt. Akinek van ilyenre lehetőség, hogy eljön, jöjjön el. Nem jutok szóhoz, nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Szuperek voltatok. Neked bejött? Nagyon, fantasztikus. Neked oké volt? No, ti király vagy. Csodálatos. Neked? Menő. Menő? Nagyon jó volt. Szuper volt? Gyönyörűek voltatok a szép. Na jó, vagy jól. Neked hogy tetszett a tábor? Nézd rám! Tetszett? Tetszett, jó! Mit üzensz a gyerekeknek? Jöjjenek! Jöjjenek élvezni! Tetsz kívánt, hogy mindenki nagyon jót a legjobb élményed! Érezzék otthon magukat, és elhozta minden vendégünket! Nem tudtam, az egész jó volt! A jövőre lesz jönnél? Persze! Te is láttad, jó volt az nagyon. Tehát én nem izgultam, hogy ő rossz lesz, hát teljesen jó volt. Tehát az egész hét jó volt, úgyhogy ez jó lett el is. Ati, te hogy láttad a dolgokat? Én azt gondolom, hogy teljesen hozta azt, amit szerettünk volna elérni. Úgyhogy a gyerekek közösen a zenéinket játszották, és ettől nagyobb öröm azt gondolom, hogy nincsen. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon sikeres és nagyon eredményes hetet zártunk. Szerintem hatalmas öröm volt, és gyönyörű, kinyíló virágok, szívek, úgyhogy a legszebb hangokat most hallottuk ebbe a gyönyörű napsütésbe. Én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, és ölelek mindenkit szívemből. Köszönöm, áldás! Andor, neked? Na, jó barátok jöttek össze, ára is telek jó emberek, kimestelek. Gyerekekről meg az egész produkcióról azt mondom, hogy Good Buffo! Ezek ki lehet fejezni az egészet. De köszönjük szépen a lehetőséget! Milyen csodának voltunk olyan részesei, én azt gondolom én magam, aki nem értem. És nagyon örülök, és azt gondolom, azt mondhatom, hogy sikeresen zártuk ezt a tábort, aminek ti voltatok a főszereplői. Én azt kérem tőletek, hogyha ilyen rövid együttlét után lehet kérni ilyesmit, hogy őrizzétek meg magatokban ezt a pár napot, kísérjen el benneteket, mint egy csomag, és amikor nagyon nincs kedvetek gyakorolni, vagy amikor nagyon nyüstöl benneteket egy tanár, vagy éppen a szüleitek, vagy már belülről jön az a motiváció, de mégis nehéz, akkor vegyetek egy kis szeletet, vagy egy kis hangot, egy hangszálat ebből az egészből, és gondoljatok rá, hogy
4-5 nap alatt mit lehet elérni az emberre, hogyha akarja meg, hogyha értő kezekbe kerül. Szeretném megköszönni a Tehetségpont irodának és a munkatársaiknak az áldozatos munkáját és azt, hogy mindenféle adminisztratív akadályon átsegítettek minket, sok-sok éjjeli telefonnal és SMS-sel. Külön szeretnék kérni egy nagy tapsot Csemer Patriciának, aki ugyan szerény, azért nem fogom megmutatni, de itt van körünkben. Hogy nélkül ez nem jöhetett volna létre. És én azt kívánom mindenkinek, hogy szeresse és élvezze a Vízzene Virág Fesztivált, amelyet ti nyitottatok meg. Ez az ország legnagyobb családi fesztiválja. Úgyhogy élvezzétek most, élvezzétek a családotokkal, és hogyha tehetitek, akkor gyertek vissza hozzánk, mert ugyanilyen szeretettel és odaadással szervezzük ezt a fesztivált is. Nagyon remélem, hogy talán lesz alkalmunk még egyszer egy ilyen táborba, vagy ha másképp nem, akkor én zeneszerető emberként esetleg a sorok között ülve, ti pedig a színpadon majd szórakoztathatok minket valamilyen zenével, és egy nagy tapsot szeretnék kérni az egész társaságnak együtt. Köszönjük ezt!